a szexári borok mindig sikeresen szerepelnek, akár a hazai, akár a nemzetközi borversenyeken. Most a legfrissebb eredmény, ami azért nagyon komoly volt Szexárnak is, meg egyébként Magyarországnak is, mert két bor is nagy aranyérmet kapott. Ugye tavaly évben nekünk is sikerült, illetve Esztervalréknek nagy aranyérmet szerezni, az mondjuk a 15 ezer mintából csak egy-két száz-száz-százötven bornak sikerül, idén pedig egy Villány és egy Tokaji bor ugyancsak nagy aranyérmet kapott. Mi szexárdiak pedig jó néhány aranyérmet zsebeltünk be, nekünk is három tétellel sikerült ezt a magas pontszámot elérni, ráadásul igazából mindegyik újdonság vagy olyan új évjárat, amit még nem ismernek még a szexárdiak sem, és hát ezeket fogom majd nyilván elvinni az idei szüreti napokra is. A Rubától küvé 2020-ból, ami a Cifra Fesztiválnak a bora, ami külön büszkeségünk, hogy a Cifra György munkásságát fenntartó nemzetközi fesztiválnak a borász támogatói lehetünk már évek óta. Aztán az Örökség Bikavérünk, ami ugye egy megújult címkével a 19-es évjáratban nem olyan rég került a polcokra, ez is aranyérmet kapott, illetve hát a már tőlünk megszokott Regnum küvé ugyancsak a 19-es évjáratból, ami ugyancsak ilyen szép éremmel térhetett haza. A születi napokon ezekre a borokra építjük majd a kínálatot, megspékelve egy kis új Rajnai Riesling birtokválogatással, a 22-es Syrah Rosé birtokválogatással, gondolva arra, hogy azért jó időt jósolnak, hála Istennek, tehát a könnyedebb borok kedvelőinek is szeretnénk alternatívát nyújtani, és természetesen a Kék Frankos, a Szentahegyről vagy a Kadarka, és elviszük a legnagyobb borunkat is, a Szexárd Grandot, a 17-es, ugyancsak nem olyan rég debütált évjáratból, ugye ami megint csak a szexárdi összefogásnak egy nagyon szép példája. Könnyed borok kedvelőitől az abszolút érlelt csúcsborok kedvelőin keresztül mindenkit szeretnénk megörvendeztetni az idei születi napokon. Romantika szőlőhely szívében, ezt úgy mindenki szereti, ki tud ülni reggel a gangra, a nap felkeltében akár, itt egy kellemes nyári terasz van, ugye minden lehetőség megvan, egy kis wellnessre, egy jó vacsorára, egy pincetúrára, tehát nagyon komplex szolgáltatást tudunk nyújtani. És hát a sikereink között, hogy ne csak a bort említsük, ugye tavaly évben a Pécsi Borozó szavazói voksai alapján mindhárom kategóriába a top 5-be kerültünk, tehát mint borászat, mint hotel, illetve mint a primárius étterem. Ugye ez egy komoly mérföldkő volt a konyhának és az egész csapatnak, hogy a régióban ma már számon tartanak minket a legjobb éttermek között. Ez nagyon komoly elismerés, és ezt szeretnénk nyilván a jövőben is ugyanígy, ha lehet még emelni a színvonalat.